bőven volt dolga a zsűri tagjainak a szombaton megrendezett nemzetközi mustrán, az Európai Borlovagrend első alkalommal tartott versenyt a Tolnai megyeszékhelyen. Sikerült 2021-ben és 22-ben is Szekszárdon egy nagyszabású avatás ünnepséget összehozni, és ennek keretén belül Szekszárdon mindjárt egy 9 fős csapatunk lett, akik a borlovagrendhez tartoznak, és a jövőben ezt ugyanígy szeretnénk növelni, ezt a létszámot. Ha elérjük a 20 főt, akkor külön legáció lehet Szekszárd is. A nap során 64 vörös és fehér tételt kóstoltak végig a 28 fős zsűri tagjai. A verseny pedig most Szekszárdon vált első alkalommal nemzetközivé. Minták ugyanis a Felvidékről és Ausztriából is érkeztek. Az Európai Borlovagrendnek idehaza 300, nemzetközi szinten pedig 5000 tagja van. Ők nem csak a kultúrát borfogyasztást népszerűsítik, hanem rendszeresen szerveznek jótékonysági akciókat is. A céljunk mindig az, hogy a bornak és a kereszténységnek a tisztelete és a jótékonykodás. Tegnap előtt volt győrben egy nagyon nagy kulturális esemény, Canterbury Gálának hívják, ahol borászok szerepelnek, és a befolyt pénzösszeget jótékonykodásra fordítjuk. Ez volt az első nagy jótékonysági rendezvényünk. Büszkén elmondom, hogy például szekszárdi borász, a bodi borászat által hozott bemutató terméket 1,5 millió forintért vitték el. Tehát mondhatom azt, hogy Szekszárd 1,5 millió forintra hozzájárult a rászoruló gyerekeknek a megsegítésére. Szekszárdon az elmúlt hetekben egymást váltották a borversenyek, amik alkalmával egyre jobb nedűk kerülnek elő a pincékből. Ez pedig a Tolnai vármegyeszékhely hírnevét öregbíti, mondta a Gyurkovics János alpolgármester. Az a tapasztalatunk, hogy értékes kincsek kerülnek elő, a szerénységből adódóan nem mindig mertek indulni, de az utóbbi évek tapasztalatai az, hogy így akkor a teljes paletta most már teljessé válik a nagyborászaink és a kistermelőkkel való kiegészítés során. Az Európai Borlovagrend tagjai a tervek szerint idén még találkoznak Szekszárdon.